Először is azzal szeretném kezdeni, hogy meg szeretném köszönni mindazoknak a romáknak, akik részt vettek a 2014. helyi választáson, és támogattak, illetve újra olyan bizalmat kaptam, hogy Zalaszentgrót városában képviseljem a roma nemzetiségeket. Én bízom abban, hogy egy 5 éves ciklust el tudunk úgy kezdeni, és a települési önkormányzattal közösen tudunk együtt alkotni, együtt gondolkodni, hisz ezek után még fontosabb lesz, hogy egymás munkáját hatékonyabban tudjuk segíteni, mint eddig. Én bízom abban is, hogy maga megyei szinten és országos szinten is meglesznek mindazok a támogatások, hogy egy kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat olyan hatékonyan tudjon működni, hiszen és olyan támogatásokat kapjon ezekről a helyekről, hogy biztosító legyen éves szinteken a működésük, és ha biztosító lesz a működés, és úgy alakulnak a pályázati lehetőségeink, akkor tudunk alkotni városunkban. Szeretnénk mindenképpen azokkal a pontokkal foglalkozni, ami nagyban érintettek és érintik a településünket, de ezt fogalmazhatnám úgy is, hogy ez országos szinten is jellemző, hogy az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy. Ez a 4 pont azt gondolom tartalmazza mindazokat az észrevételeket, mindazokat az elképzeléseinket, amely területeken szeretnénk tevékenykedni. Így meg fogjuk tenni azokat a lépéseket ez év végén és az új év elején, hogy az együttműködéseket meg tudjuk kötni, és az együttműködések arról szóljanak, hogy minden területen tényleg meglegyenek azok az alkotások, amivel egymás munkáját tudjuk segíteni, és ahogy az esküszövegünkben is volt, hogy Zalaszentgrót város, roma nemzetiség javait tudjuk szolgálni.